A Calvin téri általános iskola 120 éves jubileuma alkalmából június 2-án egy nagyszabású rendezvényt tartottak az intézményben. Az egész tanév programjait ez az évforduló határozta meg, s a pénteki záró esemény koronázta meg. Arról, hogyan zajlottak a jubileummal kapcsolatos előkészületek, illetve az októberi nyitóünnepségről Nagyné Varga Mária pedagógust, a főszervezők egyikét kérdeztük. Az előző tanévnek a végén elhatároztuk azt, hogy nagyon nagy előkészületeket kíván, hisz már van ennek hagyománya a 100 éves, illetve a 110 éves évfordulót is megünnepeltük. Nyilván kicsit mást akartunk most, mint az előző kettő, mert szerintem nem lehet ezeket összehasonlítani. Megalakult egy ilyen jubileumi team, azokból a pedagógusokból, akik gyakorlatilag önként jelentkeztek erre a munkára, vagy azért, mert már nagyon régóta itt dolgoznak az iskolában, vagy azért, mert ide jártak iskolába, vagy az előző eseménynek a szervezői közé tartoztak, és a tapasztalataikat föl tudtuk használni. Azt eldöntöttük, hogy az egész évben megrendezésre kerülő mindenféle diákprogram vagy tanulmányi versenynek a témája valamilyen módon kapcsolódni fog az iskolához. A rendezvény sorozatot azt október 7-én indítottuk, és ez gyakorlatilag egy kicsit ünnepélyesebb keretek közé szorította a dolgokat, mert hogy a Művelődési Házban tartottunk egy nagyon színvonalas kis megemlékezést. Ide igazából az iskola volt és jelenlegi dolgozóit hívtuk meg, tehát ezen a gyerekek nem vettek részt, csak a szereplők közül. És próbáltunk olyan volt diákokat meghívni, vagy olyan személyeket, akik az előző ünnepségen is jelen voltak, mint például a volt polgármesterünk, vagy a jelenlegi is ott volt, illetve a volt diákok műsorát láthatták a közönség soraiban. Az iskolában számos esemény épült a 120 éves évfordulóra, valamint a közösségi médiát is felhasználták, hogy megszólítsák a régi diákokat. A tanulmányi versenyek közül én a szövegértő versenyt emelném ki, ami ugye egy megyei szintű szövegértő verseny, és most az idén tavasszal rendeztük meg mindenféle egyéb okok miatt. Ennek a témája az iskola volt, és akkor is már kis ízelítőt mutattunk az iskola életéből, relikviákat, fotókat, régi fotókból egy aprócska kis kiállítást is rendeztünk. Nagyon nagy volt az előkészület, ugye most már próbáltuk elsősorban a Facebookon keresztül megérinteni, vagy megszólítani azokat az embereket, akik az iskolához kapcsolódnak. Próbáltunk régi fotókat gyűjteni, régi tárgyakat. Született egy olyan javaslat, hogy megkértünk távol lévő volt diákokat, hogy küldjenek onnan képeslapot, ahol most élnek, és hát 11 néhány képeslap érkezett. Azt kell, hogy mondjam, hogy a világ minden tájáról. Még most is kirázza a hideg egyébként, ha beszélek róla, mert nagyon fura érzés. Még nekem is ugye már van olyan tanítványom, aki külföldön él, és nagyon jó érzés volt tőle kapni. És azt láttuk egyébként, hogy nagyon, az embereknek nagyon örültek. Ugye a fotók azok mindig, én úgy gondolom, hogy az emlékezést azt úgy beindították, hogy remélem, hogy ma is itt lesznek, és élőben is megnézik ezeket a képeket. Bendéné Borsos Anikó pedagógus, főszervező elmondta, hogyan született meg a tornateremben lévő iskolatörténeti kiállítás anyaga, illetve a mai nap programja. Ennek a napnak az előkészítése már a tavalyi év folyamán körvonalazódott bennünk. Gyakorlatilag folyamatosan készítettük ezt a napot elő, hiszen a közösségi médiában gyűjtögettük a képeket, előszedtük a régi relikviákat, és ezt a nagy közönség számára elérhetővé tettük. Úgy látjuk, hogy ez a közvélemény számára nagyon kedvező fogadtatást kapott, úgyhogy mindenféleképpen ezt gondoltuk a mai iskola történeti kiállításunk egyik legfőbb mozzanatának, ezekből a képekből egy kiállítást. A kiállításaink sorában egy másik fotókiállítás is van. Két volt diákunknak, akik neves fotósok lettek, sport, illetve természetfotós. Őnekik a munkáit
őket láthatják az érdeklődők, Daróczi Csaba és Kovács Péter. Ők iskolánk volt tanulói, a hátam mögötti falon láthatjuk az ő alkotásaikat. A mai nap reggelén egy hagyománnyal kezdődött a nap. Sírbejárást végeztek kollégáim a 8. diákönkormányzatos tanulókkal. Ilyenkor minden évben pedagógus nap ötáján felkeressük azoknak a pedagógusoknak a sírját, akik a városban egyáltalán pedagógusként tevékenykedtek, illetve a saját pedagógusaink sírját is. Ezt követően egy nagyon szép emléktábla avatására került sor az iskolánk fennállásának 120. évfordulója alkalmából. A nagy események előtt mindig nagy a sürgés, forgás, ez ma sem volt másképpen. A gyerekek jöttek, segítettek, kollégák, tehát nagy színes forgatag volt már reggel óta, és most pedig délután 3 órára várjuk a volt kollégáinkat, azok, akik már nyugdíjban vannak, illetve más intézményekben folytatták munkájukat, illetve a városunk intézményvezetőit is. A főszervező elmondta, hogy egy színes műsorral készültek erre a napra az intézmény egykori és mostani diákjai, illetve számos kísérőprogram várja az érdeklődőket. Ma 4 órára egy rövid ünnepi műsorral készültünk, iskolánk volt tanulói, illetve jelenlegi diákjai adnak műsort számunkra. Az udvaron történik ez az esemény. Ezt követően 17:30 tájékán különböző kísérőprogramokra számíthatnak az érdeklődők. Többek között társasjáték, fotófal, büfé várja az érdeklődőket, és természetesen a két kiállításnak a megtekintése. Számítunk a pedagógusokon kívül, volt diákjainkra is, akik, hogyha szeretnének beszélgetni egymással, akkor ezt is megtehetik. Egy kis beszélgető sarkot alakítottunk ki az egyik tanteremben. Karaoke várja a fiatalokat, a legkisebbeket kézműves foglalkozás, és 18 órától iskola bejárást tartunk, aki esetleg rég járt nálunk, azzal egy túrát teszünk a jelenlegi épületeinkben, illetve 19 óra 15-kor meggyújtjuk a hagyományos tábortűzünket. Az estét diszkó zárja, amit egyik volt tanítványunk szolgáltat. Az iskola ebédlőjében egykori és jelenlegi pedagógusok találkoztak, beszélgettek a múltról, a jelenről, a jövőről. Az udvaron szintén sok régi, illetve mostani diák gyűlt össze, hogy együtt nézzék meg az ünnepi műsort. A rendezvény kezdetén Török Attila intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, s beszédében hangsúlyozta a jubileum év fontosságát, felidézve eseményeit. Ez a mai nap egy csodálatos rendezvény lesz, bízom benne, hiszen ilyen résztvevőkkel csak sikeres lehet. Amikor augusztusban megalkottuk a munkatervünket, és megterveztük, hogy méltón szeretnénk megemlékezni a jubileumi évről, ami 120 éves, akkor ugye kitűztük a nyitó rendezvényt október 7-ére. Az egy szűk családias, azt mondhatom, hogy felnőttek körében zajló esemény volt. Volt pedagógusokkal, elszármazott diákokkal, jelenlegi pedagógusokkal, és természetesen gyermekfellépőkkel zajlott. Nagyon jó érzés volt hallgatni azokat a beszédeket, azokat a visszaemlékezéseket, amiknek ott szemés fültanúi voltunk. Azt gondoltuk, hogy méltó lezárása lehet június 2-án ennek a jubileumi tanévnek, hiszen 22-23-ra áthúzódó ez az egész rendezvénysorozat, ez a mai nap. Szóljon a kikapcsolódásról, szóljon arról, hogy itt vannak a gyermekeink, köztünk lehetek, közöttetek lehetünk, a kedves szülőkkel is együtt, és úgy zajlik le, mint egy régi hagyomány, a tehetségnap. Kísérő programokkal, kulturális rendezvényekkel, fellépőkkel és jó beszélgetésekkel.
Én bízom abban, hogy mindenki jól fogja érezni a mai nap során magát, a mai este során. Reméljük, hogy a szél az nem támad fel, és sikerül meggyújtani a tábortüzet szintén hagyományok alapján. És majd egy olyan tortával tudjuk megkoronázni ezt a mai estét, amit az Ulvecki cukrászda jóvoltából fogunk fölvágni, és egy retro diszkó zárja a mai napot. Nagyon izgultam, amikor elkezdtük ezt az egész szervezést, hiszen az egész tanévet átölelte, de azért voltak olyan emberek mögöttem, nem szeretném név szerint kiemelni, hiszen ennek mindenki részese volt, de azt gondolom, majd meglátják a riportban, hogy van egy főszervező, aki összefogta, és nagyon sok gyűjtőmunkát végzett, és rajta keresztül is, meg a magam nevében, meg iskolám nevében szeretném megköszönni azt a sok képeslapot, tablófotót, egyéb más relikviát, amit küldtek, hiszen célunk az, hogy kiadjuk a nyár folyamán, a nyomdába legyártassuk azt a kiadványt, ami már sok-sok év álma, és ez annyi mértékű anyag összegyűlt, hogy megsatszolva egy 400 oldal fölötti. Még egyszer köszönöm szépen a megjelenést. Ez most nem a beszédek estje. Én kívánok jó szórakozást mindenkinek. Azt gondolom, átadom a színpad területét azoknak a tehetségeknek, fellépőknek, akik itt izgalommal várakoznak mellettünk. De mielőtt még ezt megtenném, fog érkezni városunk polgármestere, Tóth Lajos polgármester úr, tankerületigazgatóasszony, Majosi Pálma és Bodó Sándor országgyűlési képviselő úr, hiszen őket is meghívtuk. De egy ilyen szerencsés vagy szerencsétlen oknál fogva egybeesett a rendezvényünk, hiszen ők ünneplik a pedagógusokat. Mi is. Hadd ragadjam meg az alkalmat, akik itt ülnek közöttünk, volt és jelenlegi pedagógusok, nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket, titeket, és köszönöm azt, hogy ennyi gyerek járhat iskolánkba, és még fent tudunk maradni stabilan, bár kicsit szűkös a hely, de igyekszünk összehúzódni, hiszen sok jó ember kis helyen is elfér. Köszönöm a figyelmet, és jó szórakozást kívánok! A fellépők sorát az iskolában évtizedek óta Kolosszár Erzsébet vezetésével működő Tádé Néptánc Együttes Kicsi Tádé csoportja kezdte, népi játékokat mutattak be. Az intézmény felső tagozatos diákokból álló kórusa előadta az Ismerős arcok nélküle című számát.
Babcsenk Imre alapfokú művészeti iskola képviseletében Móré Tíme a Solange, Ferenciknél Szabó Orsolya és Bánsági Kálmán előadását hallgathatta meg a közönség. Az első B és az ötödik B osztály tanulói egy korszakokon átívelő divatbemutatóval készültek. Emlékszel még a régi iskolára, egy térkép lógott ott a vénfalon. Emlékszel még a jó öreg tanárra, sok ózsdi viccén nevettünk nagyon. A rácsos gyepes udvar, a régi folyosó, a vizsgák és szekundák, s a nagy vakáció. Iskolákat államosították, az iskolarendszer átalakult. Bevezették a 8-osztályos iskolát, kötelező volt az orosz nyelv tanulása, elterjedt az úttörő mozgalom. A 6-10 éves gyerekek kék nyakkendős kisdobosok, a 10-14 évesek piros nyakkendős úttörők lettek. A pajtások őrseket alkottak. Az 50-es évek divatja. Lekerült az emberekről a lakcipő, a nyakkendő, a kalap, a csipke, a fodor, olcsó karton, flanell lépett a minőségi anyagok helyébe. Masni, miti sapka, mackónadrág és kötényruha volt a jellemző viselet. A harmadik A-osztály diákjai Petőfi Sándor a Tintás üveg című versének zenésített változatát adták elő. Mi más a szívlap
A 8. évfolyamosoknál hagyomány, hogy tánciskolában sajátítják el a társastánc alapjait. A következőkben a tanultakból egy kis ízelítőt láthatott a közönség. A 8-os diákok énektudásukkal is meglepték a jelenlévőket. Hogy szóljon,
A színpadot ismét a Tádi Néptánc Együttes tagjai vették birtokukba, de most nem a kicsik, hanem a nagyok következtek, felcsiki táncokat adtak elő. Ismét egy másfajta zenei és táncstílus következett a Black Rose projekt tagjainak előadásában. Szemeim előtt tűz karikázt, a szívem lángol és forra vérem, tagadni nem tudom és nem is akarom, beléd estem egy őrült éjjel, te vagy aki érdekel, te vagy aki jó nekem, hú, te vagy aki mindig kell. Meghalok, hogyha rám nézel. Egy mozdulójáraton láttalak meg, számát csörökünk az utcabáron. Lána behúztál egy kapu alá, éreztem már, hogy te vagy, akit vártam. Te vagy, aki érdekel, te vagy, aki jó nekem, te vagy, aki mindig kell. Meghalok, hogyha rám nézel. Meghalok, hogyha rám nézel, oh-oh. Azt mondják a lányok esze, valóságos lexikon ő. A műsor zárásaként az iskola volt diákjai, Szőkéné Fábi Anna és Gál Takás Flóra a tornateremben mutattak egy kis bepillantást a Root Fitness világába.
A változatos produkciókból álló műsort követően mindenki részt vehetett a kísérő programokon. A rendezvényen kamerákon keresztül is köszöntötte a pedagógusokat Tóth Lajos polgármester, majd egykori zójásként a 120 éves jubileumot méltatta. Megtiszteltek, köszöntöm ezen a szép délután a város valamennyi pedagógusát, tanárát, oktatóját, nevelőjét. Engedjék meg, hogy akinek nem volt alkalma részt venni a Városi Pedagógus Nap ünnepségen, illetve ezen a ragyogó rendezvényen, akkor televízió képernyőn keresztül köszönthessem, és fejezhessem ki városunk alatt a nevében köszönetünket, hálánkat a áldozatos munkájukért, gyerekeik nevelésért. Én Zójás voltam. Ezen iskola, öreg iskola falai között nevelkedtem, és nagyon örömmel szolgál, hogy ilyen jó közösség alkotja most is a Kálvinos társaságot, és épp a kerek évfordul a 120 éves jubileum alkalmából emlékezetem szerint, illetve az információm szerint egész éves rendezvények, egész évben rendezvények voltak, ennek záró ünnepségén vagyunk. Most is ragyogó társában, ragyogó légkörben, ügyes és kreatív műsorok közepette ünnepelt a nagyszávú nézőközönség ezt a szép kerek évfordulót. Úgy gondolom, hogy ezek azok az események, rendezvények, amelyek igazi közösségé formálják a kávinosokat, illetve a város lész lakosságát, akiknek a gyerekei itt nevelkednek, itt töltik a mindennapjaikat. Nagyon jó érzés látni ezt a környezet, ezt a közeget, ezt a együttgondolkodást, ezt a ragyogó programsorozatot és mosolygós arcot, akik ezen részt vesznek. A tornateremben a fotók és relikviák között nosztalgiáztak a jelenlévők, majd megérkezett az Ulvecki kézműves cukrász által felajánlott születésnapi torta, amelyet jó ízűen fogyasztottak el a vendégek. Az est egyik fénypontja a mágia meggyújtása volt, majd már csak az önfeledt szórakozás, beszélgetés maradt ennek a rendkívüli eseménynek az zárásaként. A jubileumi ünnepségen készült felvételeinket vágatlan formában a későbbiekben tekinthetik meg nézőink Kommentár nélkül című sorozatunkban.